Az új stúdió díszleteit az a világhírű londoni cég tervezte, amely megálmodta egyebek mellett a BBC, az angol nyelvű Al Jazeera, vagy éppen a CNBC londoni stúdióját. A tervek végül a Fawlty filmstúdióban váltak kézzelfogható valósággá. Az itteni építészek már rutinosak az ilyen jellegű munkákban, hiszen például a Maradj talpon vagy a Dal című Eurovíziós zenei válogató díszlete is itt készült. Ezek a felvételek pedig már a díszletről készült kisfilmből vannak. Ebből minden részlet kiderül a tervezéstől egészen a megvalósításig. Például olyan információkat is megtudhatunk, hogy voltak olyan kellékek, amiket Spanyolországból és Németországból kellett megrendelni. Körülbelül olyan 250 négyzetméteren terül el a díszlet. Ebbe épült be ez a három helyszín. Van benne egy nagyobb ülőhelyszín, van benne egy állóhelyszín, és van benne egy középső nagy pult. A kreatív vezető azt mondta, direkt úgy készült a stúdió, hogy a grafika és a dizájn ne vonja el a figyelmet a tartalomról. Rajcsányi Balázs hozzátette, a díszletben központi szerepet játszik az MTVA logója. Éppen ilyen a díszlet is, hogyha megnézitek a díszlet, az egy nagyon letisztult, egy körre épülő dolog. Mi is ezt a kört használtuk az arculatban. Tehát maga a legegyszerűbb forma, egy kör, az indítja el az egész grafikát, minden abból épül, abban megy vissza, az összes kis logó egy körben jelenik meg, és így kapcsolódik össze a díszlettel. A kész díszlethez csak nem 5 kilométernyi anyagot, a többi között mintegy 200 négyzetméter plexit használtak fel. Szinte bútor minőségben.